Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogy különböző adatok segítségével hogyan kell egy parabola egyenletét felírni. Tehát a címünk az lesz, hogy a parabola egyenletének felírása. Először is ismételjük át, hogy a parabolát, illetve a parabola egyenlete az milyen lehet. Ugye azt beszéltük meg, hogy négy állású paraboláról beszélünk, illetve két nagy csoportra tudjuk őket osztani. Az egyik az a parabola típus, aminek a szimmetria tengelye, az y-tengelye párhuzamos. Ez kétféle lehet, vagy fölfelé, vagy lefelé nyíló. Ebben az esetben az egyenlete, az első a fölfelé nyílónál olyan, hogy y egyenlő 1 per 2 p szer x minusz u a négyzeten plusz v. A másik esetben y egyenlő minusz 1 per 2 p szer x minusz u a négyzeten plusz v. Illetve lehet egy jobbra, valamint egy balra nyíló parabola, ugye, hogyha a tengely szimmetrikus az x tengellyel, ez x egyenlő 1 per 2 p szer y minusz v a négyzeten plusz u. A másik pedig x egyenlő minusz 1 per 2 p szer y minusz v a négyzeten plusz u. Nagyon fontos, hogy ezek az egyenletek ugye zárójel felbontás után aránylag szép alakra hozhatók, fogalmazunk így. Az első esetben ez az alak ez úgy fog kinézni, hogy y egyenlő a szor x négyzet plusz b szer x plusz c. A másik esetben, amikor a parabola tengely az x tengelye párhuzamos, akkor ezt az egyenletet minden esetben fel lehet úgy írni, hogy x egyenlő a szor y a négyzeten, a szor y a négyzeten plusz b szer y plusz c. Erre majd mutatok feladatot, hogy melyik esetben melyiket célszerű alkalmazni. Ugye alaphelyzetben ezeket az egyenleteket használjuk, tehát nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az a parabola, amiről éppen beszélünk, annak a szimmetria tengelye milyen állású, azaz, hogy ez a parabola fölfelé-lefelé, illetve jobbra-balra nyíló parabola-e, illetve tudnunk kell azt, hogy amennyiben már tudjuk az állását, akkor a két egyenlet közül, tehát hogy a tengelyponti egyenlet, illetve a felbontott alak közül, melyiket célszerűbb használni. Hát az első feladat az egy ilyen nagyon egyszerű feladat, írjuk fel a parabola egyenletét, ha a vezéregyenesének az egyenlete y plusz 1 egyenlő 0, a fókusza a 4, 3 pont. Hát akkor ugye tudjuk, hogy a fókuszpont az 4, 3. Tudjuk, hogy a vezéregyenes y egyenlő minusz 1, ezt átrendeztem. Ugye ez azt jelenti, hogyha koordinátorrendszerben ezt ábrázoljuk, nem fogom, de nagyjából jelleghelyesen, akkor ugye ez itt a vezéregyenes. És a 4, 3 pont, az meg valahol itt van, itt a fókuszpont. Ugye, hogyha a vezéregyenes fölött helyezkedik el a fókuszpont, illetve a vezéregyenes ugye a x tengellyel párhuzamos, ugye ez az x tengely, ez pedig az y, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy fölfelé nyíló parabola lesz, hát valami, nem tudom, ilyesmi, igazából most ez nem is számít, hogy pontosan hogy fog menni ez a parabola, a lényeg az, hogy ebből a kettőből, ebből a két adatból, a vezéregyenesből és a fókuszpontból már tudom, hogy fölfelé nyíló parabola lesz. Hogyha ez a parabola fölfelé nyíló, akkor ugye tudom, hogy az egyenletét olyan alakban fogom keresni, hogy 1 per 2 p szer x minusz u a négyzeten plusz v. Ugye ebben szerepel három darab paraméter, a p, az u és a v. Ugye azt tudjuk, hogy a p az a parabola paramétere, azaz a fókuszpont és a vezéregyenes távolsága. Tehát a fókuszpont és a vezéregyenes távolság ugye ez a p. És ugye mivel tudjuk, hogy a vezéregyenes egyenlete az, hogy y egyenlő minusz 1, ezért ez a távolság itt 1. A fókuszpontnak pedig a második koordinátája 3. Ebből következik, hogy a p az ebben az esetben 4. A tengelypont az ugye félúton helyezkedik el a fókuszpont és a vezéregyenes összekötő merőleges szakaszon, azaz itt a tengelypont, ez a t. Ez azt jelenti, hogy a fókuszpont ugye p per 2-vel van negatív irányban, lefelé, vagy ha úgy tetszik, akkor a vezéregyenestől p per 2-vel fölfelé. Ez azt jelenti, hogy a fókuszponttól két egységgel lejjebb, ugye a tengelypontnál az x koordináta ugye akkor ez nem változik, és az y koordinátája 2-vel kisebb, mint a fókuszpontnak az y koordinátája, azaz gyakorlatilag a tengelypont 4-1 lesz. És akkor ugye ez lesz az u, ez lesz a v, és akkor a parabolának az egyenlet az úgy fog kinézni, hogy y egyenlő 1 nyolcad szor x minusz 4 a négyzeten plusz 1, és ezzel készen is vagyunk, és fel is írtuk ennek a parabolának az egyenletét. Ugye már egy másik videóban utaltam arra, hogy vigyázzunk, hiszen a parabola paraméterét is kis p-vel, meg magát a parabola egyenletet is kis p-vel jelöljük, ez néha félreértésre adhat okot.
figyeljünk oda rá. Következő, írjuk fel a parabola egyenletét, ha a vezéregyenes egyenlete x plusz 4 egyenlő 0, a fókusza pedig a mínusz 1, 3 pont. Hát akkor ugye van a fókuszpont, mínusz 1, 3, van a vezéregyenes, ami x egyenlő mínusz 4, és akkor, hogyha ezt is így csak a látszat kedvéért a koordinátrendszerben ábrázoljuk, akkor ugye itt a vezéregyenes és a mínusz 1, 3 pont, az meg valahol itt van ez a fókuszpont, és akkor ez azt jelenti, hogy itt van valahol egy parabola. Ugye abból, hogy hogyan helyezkedik el a fókuszpont és a vezéregyenes, már látszik, hogy ez egy jobbra nyíló parabola lesz. Ebből kifolyólag az egyenletét úgy fogom keresni, hogy x egyenlő 1 per 2 p-szer y minusz v a négyzeten plusz u. Azt beszéltük meg az előbb, hogy a fókuszpont és a vezéregyenes távolság, ez ugye a paraméter. Ebben az esetben ugye, mivel a vezéregyenes egyenlete az, hogy x egyenlő mínusz 4, a fókuszpont első koordinátája pedig mínusz 1, ezért a paraméternek az értéke, az ugye ez itt mínusz 4, ez pedig itt mínusz 1, ezért a paraméter az 3. Ugye ez gyakorlatilag az x koordinátáknak a különbsége, hogy a fókuszpont x koordinátájának, meg a vezéregyenes tengelymetszetének a különbsége. Ha ez megvan, akkor már csak a tengelypontra vagyok kíváncsi. Ugye a tengelypont az a fókuszpontból a vezéregyenesre bocsájtott merőlegesnek a felezési pontja. Ugye itt a tengelypont. Ez a tengelypont a fókuszponttól P per 2-vel helyezkedik el, most ebben az esetben ugye balra. Ha ez a másik irányban nyíl, akkor jobb lenne, de itt most balra van. Éppen ezért a tengelypontnak a koordinátáit úgy fogom megmondani, hogy az y koordinátája az változatlan marad, hiszen függőlegesen a tengelypont és a fókuszpont egy egyenesen helyezkedik el, ugye egy x tengelyel párhuzamos egyenesen, az x van az y tengelyt. Viszont a tengelypontnak az x koordinátája p per 2-vel kisebb, mint a fókuszpontnak a x koordinátája. Ez azt jelenti, hogy a mínusz 1-ből elveszünk 3 ketteret, ugye a p-nek a paraméternek a felét nem fog ide kifélni. Tehát a mínusz 1-ből elveszünk 3 ketteret, ugye a paraméternek a felét. Ugye mínusz 1 mínusz 3 ketted, az mínusz 5 ketted, illetve 3, és akkor ezzel megvan az u, megvan a v. Ez azt jelenti, hogy akkor a parabolának az egyenlete az ezek után úgy fog kinézni, hogy először is x egyenlő, 1 hatodszor, y mínusz 3 a négyzeten, és plusz helyett mínusz 5 ketted. És meg is vagyunk a parabola egyenletével. Következő feladat, írjuk fel a parabola egyenletét, ha a tengelye párhuzamos az x tengelyel, paramétere 1 ketted, áthallod mínusz 6, 4 és 9, 1 pontokon. Hát ugye ez a parabola, ez hogy fog kinézni? Ugye a tengely párhuzamos az x tengellyel, ez azt jelenti, hogy valamilyen jobbra vagy balra nyíló parabola lesz, és van két pontom, amin áthalad, ugye ez lesz a P1, mínusz 6, 4, ez lesz a P2, ez 9, 1, és ugye van egy paraméterem, ami 1, 2. Ugye, hogyha ez a parabola jobbra vagy balra nyílik, akkor minden esetben fel lehet úgy írni az egyenletét, hogy x egyenlő 1 per 2 p-szer y mínusz v a négyzeten plusz u. Ugye nem tudom, hogy merre nyílik, és ugye nyugodtan lehet az, hogy nem csak erre nyílhat ez a parabola, hanem nyílhat erre is. Tehát ugye kettő ilyen parabolát fogok nézni, éppen ezért eseteket fogok szétválasztani. Ugye első eset, ha jobbra nyílik. Hát ide teszek egy plusz-minusz, mert ugye a nyílástól függően ezt nem tudom, hogy ez melyik lesz. Ha jobbra nyílik, akkor ugye azt kap, tehát ugye mivel a paraméter megvan adva, hogy 1 ketted, ezért ha jobbra nyílik, akkor ez úgy fog kinézni, hogy egy x egyenlő 1 per 2-szer 1 ketted szorozva y minusz v a négyzeten plusz u. Ez azt jelenti, hogy x egyenlő y minusz v a négyzeten plusz u, hiszen a 2-szer 1 ketted az 1. És mivel tudom, hogy áthalad a P1, illetve a P2 pontokon, ez azt jelenti, hogy ha azokat a pontokat, illetve azoknak a pontoknak a megfelelő koordinátáit behelyettesítem a X és Y helyére, akkor a kapott egyenletnek teljesülnie kell. Tehát tudom, hogy mínusz 6-nak egyenlőnek kell lenni 4 mínusz V a négyzeten plusz U-val, illetve 9-nek egyenlőnek kell lenni 1 mínusz V a négyzeten plusz U-val. És ugye ebben az egyenletrendszerben gyakorlatilag két egyenletem, illetve kettő darab ismeretlenem van. Még egyszer azt csináltam,
hogy a P pontnak az X, illetve az Y koordinátáját ebbe az egyenletbe behelyettesítettem. Ha ezt a két egyenletet elvesszük egymásból, mondjuk a másodikból elvesszük az elsőt, akkor azt fogjuk kapni, hogy 15 egyenlő, 1 minusz V a négyzeten, minusz 4 minusz V a négyzeten, ugye az U az kiesik, és akkor azt kapom, hogy 15 egyenlő, 1 minusz 2V, plusz V négyzet, minusz 16 plusz 8V minusz V négyzet. Vigyázzunk az előjelekre, ugye a második zárójel felbontása után meg kell változtatni az előjeleket, és akkor azt fogom kapni, hogy 6V egyenlő, és az itt ugye minusz 15, tehát 30, azaz V egyenlő 5. Megvan, hogy a V 5, ezt visszahelyettesítjük mondjuk az első egyenletbe, és akkor azt kapjuk, hogy 4-ből 5 az mínusz 1, mínusz 1 a négyzeten az plusz 1, elveszük mindkét oldalból, és U egyenlő mínusz 7, és akkor a parabolának az egyenlete, ez az első parabola, X egyenlő, Y mínusz 5 a négyzeten, mínusz 7. Na most a másik irányba nyíló parabolánál ugyanez van, ezt ide mellé fogom írni, tehát a második eset, ha balra nyílik, ha ez a parabola balra nyílik, akkor az egyenlete olyan, hogy x egyenlő mínusz 1 per 2 p szer y mínusz v a négyzeten plusz u. Ez azt jelenti, hogy semmi nem változik, annyi fog változni, hogy mivel a p helyére ugyanúgy az 1-2-et fogom helyettesíteni, hogy az lesz az egyenlet, hogy mínusz y mínusz v a négyzeten plusz u. És ugyanazt fogom csinálni, mint az előbb, azt mondom, hogy erre illeszkedik ez a két pont. Az egyik esetben azt kapom, hogy mínusz 6 egyenlő 4 minusz v, minusz 4 minusz v a négyzeten plusz u, és a második esetben pedig 9 egyenlő, minusz 1 minusz v a négyzeten plusz u. Két egyenlet, két ismeretlen. Ugyanúgy, ugyanazt fogom csinálni, mint az előbb, tehát a másodikból elveszem az elsőt, és akkor azt kapom, hogy 15 egyenlő, minusz 1 minusz v a négyzeten plusz 4 minusz v a négyzeten, és ez azt jelenti, hogy 15 egyenlő, mínusz 1 plusz 2v mínusz v négyzet, plusz 16, mínusz 8v plusz v négyzet. Ugye a v előjelekre megint csak próbáljunk meg figyelni. Kapom azt, hogy 6v egyenlő nullával, azaz v egyenlő nullával, és hogyha v nulla is visszahelyettesítem mondjuk az első egyenletbe, akkor ugye 4-ből nulla az 4, 4 a négyzeten 16, ez itt mínusz 16 lesz, hozzáadom a másik oldalhoz, és kapom azt, hogy U egyenlő 10. És ebből megkapom a második parabolának a egyenletét, ami úgy fog kinézni, hogy X egyenlő mínusz Y mínusz 0 a négyzeten plusz 10. Hát ezt fel tudom úgy írni, hogy mínusz Y négyzet plusz 10. Nézzük a utolsó feladatot, ami a három ponton átmenő parabolának az egyenlete. Ugye a körnél is volt egy olyan tulajdonság a körnek, hogy három különböző pontja egyértelműen meghatározta a kört. Hát ez a parabolára is igaz, hogy három különböző pont általában meghatározza a parabolát. Ha megvan a három pont, akkor hogyan kell ezt a parabolá egyenletet felírni? Először is nagyon fontos, hogy általában, ha csak úgy megadunk három pontot a síkon, a koordinátasíkon, amik lehetnek egy parabola három pontja, akkor ez a parabola nem biztos, hogy egyértelműen meghatározott. Jelen esetben, ugye, mivel mi most gimnáziumban vagyunk, csak olyan paraboláról beszélhetünk, aminek a tengelye vagy az X vagy az Y tengelye párhuzamos, viszont a feladat nem kötötte ki, hogy ez melyik legyen, éppen ezért két esetet fogunk vizsgálni. Ugye első eset, ha a T párhuzamos az Y tengelye. Tehát, hogyha a szimmetria tengely párhuzamos az Y tengelye, azaz ez a parabola fölfelé vagy lefelé nyílik. Ebben az esetben nem érdemes a tengelypontot tartalmazó egyenletet használni. Sokkal egyszerűbb az y egyenlő a szor x négyzet plusz b szor x plusz c egyenletet használni, hiszen a másik egyenletben ugye zárójeleket kell felbontani, egy paraméter nem csak egy helyen fog szerepelni, itt viszont minden paraméter egy helyen fog szerepelni. Mivel az első pont, azaz az 1-1 pont illeszkedik erre a parabolára, ezért ha behelyettesítem a koordinátáit, akkor teljesül az egyenlőség, azaz 1 egyenlő, a szor 1 a négyzeten plusz b szor 1 plusz c. A második egyenlet az, hogy a 3 nulla is illeszkedik rá, tehát 0 egyenlő a szor 3 a négyzeten plusz b szor 3 plusz c, és a harmadik egyenlet, hogy a harmadik pont is illeszkedik rá, tehát mínusz 4 egyenlő a szor 4 a négyzeten plusz b szor 4 plusz c. És akkor van 3 egyenletem és 3 ismeretlenem.
Ez azt jelenti, hogy az első az 1 egyenlő a plusz b plusz c, a második az, hogy 0 egyenlő 9a plusz 3b plusz c, és a harmadik az, hogy mínusz 4 egyenlő 16a plusz 4b plusz c. Ugye ebben az egyenletrendszerben az a jó, hogy lineáris. Éppen ezért például a behelyettesítő módszerrel meg lehet oldani, de én úgy fogom megoldani, hogy először a kettesből elveszem az egyest, és akkor kapom azt, hogy mínusz 1 egyenlő 8a plusz 2b, aztán a 3-asból is elveszem az egyest, kapom azt, hogy mínusz 5 egyenlő 15a plusz 3b, és akkor így már csak két ismeretlen két egyenlet. Ezt megszorzom 3-mal, ezt megszorzom 2-vel, kapom azt, hogy mínusz 3 egyenlő 24a plusz 6b, illetve mínusz 10 egyenlő 30a plusz 6b, és hogyha ezt a kettőt, ez itt egy b lenne, b, és hogyha ezt a kettőt elveszem egymásból, mondjuk az elsőből a másodikat, akkor azt fogom kapni, hogy 7 egyenlő mínusz 6a, és akkor ebből az a értéke az mínusz 7 hatod. Hát nem egy szép érték, de mínusz 7 hatod lett, majd mindjárt ellenőrzöm számolgéppel, hogy jól számoltam-e. Nézzük. Azt mondja, egy, 9, 3, 1, 0, 16, 4, 1, mínusz 4. Na, jó számoltam, mínusz 7 hatod. Akkor, ha megvan a mínusz 7 hatod, akkor a b-t már ki tudjuk számolni, például azzal, hogy ezt behelyettesítjük ide ebbe az egyenletbe, kapjuk azt, hogy 25 hatod, és a c értékét pedig úgy, hogy az a-t és a b-t behelyettesítjük mondjuk ide az első egyenletbe, ide, és akkor azt kapjuk, hogy a c az mínusz 2. És akkor ezzel gyakorlatilag megvan a parabolám egyenlete, y egyenlő, mínusz 7 hatod x négyzet, plusz 25 hatod x, mínusz 2. Na most ennek a módszernek a nagy előnye az az, hogy nem kell azzal foglalkoznom, hogy ez fölfelé vagy lefelé nyílik ez a parabola, hiszen a pontoknak az elhelyezkedése meg fogja határozni, hogy ez fölfelé vagy lefelé nyílik. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem kell két esetet vizsgálnom akkor, hogyha nem tudom, hogy ez fel vagy lenyílik ez a parabola. Nézzük. A második eset, ugye ugyanebben a helyzetben, a második eset az, hogy ha a szimmetria tengely párhuzamos az x-tengellyel. Ugyanazt fogjuk csinálni, ugye nyilván csak annyi fog változni, hogy a parabola egyenlete más lesz, hiszen a jobbra vagy balra nyíló parabola, vagy az x-tengellyel párhuzamos tengelyű parabolának az egyenlete az x egyenlő, a szor y négyzet plusz b szer y plusz c, és akkor ebből fogok ugyanazzal a módszerrel három egyenletet csinálni, ugye az első esetben 1 egyenlő y, a plusz b plusz c, a második egyenletből ugye 3 egyenlő 0 plusz c, és a harmadik egyenletből 4 egyenlő 16a minusz 4b plusz c. Na most ez egy jóval egyszerűbb egyenletrendszer, hiszen ebből a c-mel meg is van, hogy 3. Tehát az első egyenletem úgy fog kinézni, hogy a plusz b egyenlő mínusz 2, a második egyenletem pedig úgy fog kinézni, hogy 16a mínusz 4b egyenlő mennyivel? 1-jel. És ha ez megvan, akkor gyakorlatilag a nem tudom, első egyenletet megszorzom 4-jel, maradjunk az egyenlő együtthatóknál, 4a plusz 4b egyenlő mínusz 8, illetve 16a mínusz 4b egyenlő 1, azaz, hogyha ezt a kettőt összeadom, akkor meg fogom kapni, hogy 4b kiesik, és 20a egyenlő mínusz 7, tehát a egyenlő mínusz 7 20-ad, és nyilván ebből a b-t meg tudom mondani, hogy mennyi. Ugye visszahelyettesítem ide, és azt fogom kapni, hogy mínusz 2 plusz 7 20-ad, ami mínusz 33 20-ad, és a parabolának az egyenlete akkor úgy fog kinézni, nem írtam oda, hogy ez a parabola, a parabola egyenlet az úgy fog kinézni, hogy x egyenlő mínusz 7 20-ad y négyzet, mínusz 33 20-ad y, és plusz 3. Nos, ebben a videóban ezeket szerettem volna megmutatni. Köszönöm szépen!